A mezőtúri rendőrkapitányság munkatársai, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság, Tisza mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály műveleti egységének közreműködésével a lakásán elfogták, majd előállítottak egy mezőtúri lakost. A megalapozott gyanú szerint a 24 éves férfi az egyik mezőtúri boltban, majd onnan távozva az utcán egy korábbi, vele szemben foganasított intézkedés miatt trágár szavakkal illette a szolgálaton kívüli rendőrt, továbbá azzal fenyegette, hogy megöli, valamint, hogy öten elkapják és megszurkálják. A nyomozók a gyanúsítottként kihallgatott férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. Ellene a mezőtúri rendőrkapitányság zaklatás büntet, valamint becsületsértés vétség elkövetése miatt indított eljárást.